Az európai roma stratégia nem csak a cigányok integrációjáról szól. Sokkal inkább az Európában élő mély szegénységben, a romákhoz hasonló mély szegénységben élő romák és nem romákat célozza ez a stratégia. A legfontosabb elemei az, hogy a finanszírozásban kell újat hozni, az európai alapokat elérhetővé és átjárhatóvá kell tenni a helyi önkormányzatoknak és kis civil szervezeteknek, kis közösségeknek, hogy pályázni tudjanak. A cigány integráció kérdése az összes EU-s tagállam számára fontos, így Romániának is. Az erdélyi magyarok sok mindent köszönhetnek a velük együtt élő romáknak. Az utóbbi időben azt, hogy sok helyen a magyar iskoláinkat nekik köszönhetően tudjuk működtetni. Egyébként is számunkra fontos az, ez a stratégia is arról szól, hogy nem csak a romák, de minden ember esetében hát megfelelő segítséget tudjunk nyújtani egy emberhez, méltóbb élethez. A stratégia végrehajtásához szükséges pénzügyi eszközöket a különféle uniós alapokból tudják előteremteni a tagállamok, mint amilyen például a kohéziós alap, a szociális alap és az európai mezőgazdasági alap. Ezt a támogatást bizonyos teljesítések kell, hogy kísérjék a közösség felől, legalább annyi, hogy részt vegyenek a házak építésében, hogy egyértelműen elkötelezzék magukat a gyerekek iskoláztatásához, a mellett egészen a középiskolai tanulmányok befejezéséig, hogy hangsúlyozott szerepet kapjon a vakcináció és a higiéniai alapelvek betartása, amit a 21. század megkövetel. Magyarázza Andrej Kovácsev, bolgár képviselő. A cigányok társadalmi integrációja gazdasági érdek is, hiszen kihasználatlan munkaerőt jelentenek. A Világbank egyik tanulmánya szerint, ha a romák foglalkoztatási rátája elérné a regionális átlagot, az mintegy 5-6%-kal növelné a GDP-t. Most már a tagállamok is tisztában vannak vele, hogy gazdaságilag nem fogják bírni megfelelő jó munkaerő nélkül. Ennek a megfelelő jó munkaerőnek a nagy százaléka most még a legszegényebb családokba születik Európában. Ezt mindenképpen meg kell változtatni. Az Európai Roma Stratégiáról készült jelentésről szerdán szavaz az Európai Parlament. A tervek szerint az Európai Tanács a júniusi ülésén, vagyis még a magyar elnökség ideje alatt elfogadja az Európai Roma Stratégiát.